Szia! Hát ma Magyarországon 10 kisbabából legalább négy műtéti úton látja meg a napvilágot. Na most erről nagyon sokáig lehetne beszélni, hogy ez miért van így, hogy, hogy mit lehetne tenni azért, hogy ezt csökkentsék, viszont most nem erről fogok beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy hát hogyan lehet a műtéti szülést is egy ilyen igazi, szép szülés ünnepé tenni, egy nagyon szép élményé tenni. Rácz Kata vagyok, Dula, szülés felkészítő és édesanya És abban segítek neked, hogy a szüléssel kapcsolatban tényleg informáltan, tudatosan tudj dönteni, hogy ne csak sodródj az árral. Ugyanis a szülés kapcsán vannak döntési lehetőségeid, Természetesen akkor, hogyha megismered őket. Na most ehhez még több segítséget találsz a honlapomon, ami a www.tiedaszülés.hu oldal, és hogyha még nem tetted meg, akkor feltétlenül jelentkezz be az ingyenes mini szülés felkészítő órámra, ahol rögtön négy tippet adok neked, hogy a szülésed boldogabb, könnyebb és egészségesebb legyen. Na szóval, a császáros szülés. Hát először is a legfontosabb az az, hogy amikor döntés születik arról, hogy a kisbabád műtéti úton fogja meglátni a napvilágot, akkor a legfontosabb evel kapcsolatban az, hogy a döntésbe vond be magad. Vagyis kérdezz rá, értekre. kérdez rá, hogy erre miért van szükség. kérdez rá az alternatívrákra. kérdez rá, hogy mit lehetne csinálni. kérdez rá, hogy mi lenne akkor, hogyha nem történne a műtét és tényleg az előnyöket és a kockázatokat alaposan vesézzétek ki, és ezek alapján közösen döntsetek az orvosoddal. Na most feltételezzük a legjobbakat, mégpedig azt, hogy a döntés a császáros szülésről ez így történt. Még akkor is, hogyha ez egy hüvei szülés közben, egy vajudás közben történt ez a döntés, illetve akkor is, hogyha már a szülés előtt előzetesen így döntöttetek, és hogy program császárra készülsz. Na most a császáros szüléssel kapcsolatban az egyik legnagyobb ilyen tévhit, főleg akkor, amikor valaki program készül, hát azt szokták gondolni az édesanyák, hogy hát ilyen fájdalomcsillapító, fájdalomkezelő technikákra, hát ezek nem is fontosak egy császáros szülésnél, mert hogy hát van érzéstelenítés, és főleg, hogyha programcsászár, hát akkor nem lesznek összehúzódások. Tehát csúnya szóval nem lesznek fájások. Na most ez valóban igaz. Tehát valóban igaz, hogy abban az esetben, hogy hogyha programcsászárra készülsz, akkor nem lesznek összehúzódások. Viszont, hogyha egy vajudás során történik az a döntés, hogy itt mégis műtétre van szükség, hát akkor viszont készülj fel arra, hogy azért valóban fogod érezni a, a fájdalmat, addig is, amíg előkészítenek a műtétre. És hogyha még egy programcsászárról is van szó, az az érzés, amikor betolnak a műtőbe, amikor ott lesznek körülötted az orvosok, a műtősök, egy csomó szakember, skafanderben, hát ez egy ilyen elég félelmetes dolog. És ez bizony egy elég komoly stresszforrás. És ráadásul ez egy borzasztóan kiszolgáltatott érzés. Tehát azt javaslom neked, hogy legyen rá trükköd, legyen valami trükk a tarsolyodban, amivel kezelni tudod ezt a stressz helyzetet. És hát erre a legtökéletesebb az nem más, mint a relaxáció. Tehát ugyanúgy, ahogy a relaxáció nagyon sokat segít, rengeteget segít a vajudás alatt, sőt azt mondom, hogy ez, ez az egyik legfontosabb fájdalomkezelő technika, ugyanígy a relaxáció, ez segít abban is, hogy a műtéttel járó stresszt, ezt kezelni tudjad, és hogy meg tud magad nyugtatni tudatosan. Ugyanebben segíthet még a figyelem összpontosítás is, amikor tényleg így, így szinte mániákusan egy dologra összpontosítod a figyelmedet, és minden másról eltereled a gondolataidat. Na most, ha kezelni tudod a műtéttel járó stresszt, akkor már sokkal előrébb vagy. Akkor már ez az élmény már sokkal kevésbé lesz félelmetes. Na menjünk tovább, most egy kicsit így ketté bontom a császáros szülést, mégpedig az érzéstelenítés mikéntjétől függően. Tehát általában manapság már a császáros szülés a spinális érzéstelenítéssel történik, de azért néha még teljes altatásban. Úgyhogy először nézzük meg azt a helyzetet, hogy mi van akkor, hogyha teljes altatásban történik a műtét. Hát itt a legfontosabb az az, hogy hát nem leszel a tudatodnál. Na most egy ideális esetben a férjed ott van veled, de hát ez az ideális eset sajnos Magyarországon nem ez a gyakorlat. Viszont éppen azért, hogy legyen valami emléked a kisbabád megszületéséről, hát feltétlenül azt javaslom, hogy ha a férjed ott van, akkor kérd meg őt mindenképpen, hogy készítsen néhány fényképet, viszont ha nem, akkor kérd meg valakit még a műtét előtt egész nyugodtan adod a telefonodat, adod a fényképezőgépedet, és kérd meg őket, hogy készítsenek néhány képet azért, hogy legyen emléked erről a szülésünnepről. Hogy ne úgy éld meg a szülésedet, hogy amikor magadhoz tértél, akkor ott van egy kisbaba és kész és ennyi volt a szülés. Tehát te te nyugodtan, egész nyugodtan megkérhetsz valakit és sőt én még azt is mondom neked, hogy próbálj erősködni, hogy legalább a férjed bent lehessen. Na most mi a helyzet a műtét után? Hát a műtét után akkor ilyen megfigyelésen leszel és aztán utána visznek majd fel az osztályra. És hát azt javaslom neked, hogy próbálj abban erősködni, hogy minél többet ott legyen veled a férjed, a partnered. Ugyanis segítségre lesz szükséged a műtét után. Tehát a műtét után még egy pohár vizet felemelni, még, még ez is egy kihívás, nemhogy egy kisbabát ellátni. És azt javaslom, hogy a férjedet vond be abba, hogy neked mi a fontos a, a szülésedkel kapcsolatban, a kisbabáddal kapcsolatban, ugyanis a férjednek kell majd valószínűleg kiállnia értetek. Tehát, hogyha neked az a legfontosabb, hogy minél inkább, minél hamarabb veled legyen a kisbaba, akkor a férjed ezzel kapcsolatban legyen tisztában ezzel, és álljon ki, és álljon a sarkára, hogy igenis hozzák a kisbabát minél hamarabb, és, és minél hamarabb érinthesd meg, és minél hamarabb puszilhast meg. Na, mi a helyzet a spinális érzéstelenítéssel? Hát a spinális érzéstelenítésnek az a legnagyobb előnye, hogy kvázi végig magadnál, vagy tehát nincs ez a, ez a kilőtt érzés, hogy, 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 hogy úgy nem is tudod, hogy mi történik veled. Viszont ez azt jelenti, hogy ugye a műtét alatt valószínűleg kavarognak majd benned az érzelmek, és hát elég nagy szélsőségek között. Tehát ekkor is nagyon fontos, hogy, hogy ezt kezelni tud lehetőleg relaxációval, vagy valamilyen más módszerrel kezelni tud ezt a stressz helyzetet. Na most még egy dolog, így a spinális érzéstelenítéssel kapcsolatban, a műtéthez szükséges az, hogy bekössenek egy hólyakatétert. Na most Magyarországon sajnos ezzel kapcsolatban a szokás az az, hogy ezt már bekötik akkor, amikor még nem kötötték be a spinális érzéstelenítést. Na most egy ilyen a katéternek a felhelyezése, hát az nem egy leányálom, ez egy borzasztó kellemetlen dolog, úgyhogy erősködj, hogy ezzel bizony várjanak addig, amíg bekötötték a spinális érzéstelenítést. Tehát Nyugat-Európában ez a standard. Csak így csinálják, sajnos Magyarországon nem, és bizony ez elég nagy érzéketlenségről ad tanúbizonyságot. Na most ilyenkor azt szokták esetleg mondani, hogyha ha és ezt kéred, hogy ó, hát nincs idő, meg meg, meg, meg itt sietni kell, akkor mond például azt, hogy ó, de hát én tudom, hogy hogy, hogy mennyire ügyes, és hogy milyen gyorsan be tudja majd kötni. Igazán várhatnánk még néhány percet, amíg hat a spinális érzéstelenítés. Na most így az, elég, az előkészítéssel kapcsolatban még egy fontos dolog infúziót fognak bekötni a műtéthez. Viszont azért, hogy a kisbabádat meg tud simogatni, még jobb esetben át tud ölelni, ezért feltétlenül kérd azt, hogy az infúziót a nem domináns karodba kössék. Tehát, hogyha jobbkezes vagy, akkor ezt kössék a bal kezedbe. Hogyha balkezes vagy, akkor kössék a jobb kezedbe azért, hogy majd megölelhest a kisbabádat. És hát egy, egy spinális érzéstelenítéses szülésnél is, hát nagyon javaslom neked, hogy állj a sarkadra, hogy, hogy, a férjed lehessen jelen. Na most nagyon sok helyen az a standard, hogy egy műtéti szülésnél a fér nem lehet jelen. De hát erről is olvastam már jó néhány szülés történetet, amikor szülők bizony nagyon határozottan a sarkukra álltak, udvariasan, de nagyon határozottan, és a vége az lett, hogy a férj mégiscsak ott lehetett. És hát kért meg azt feltétlenül még a műtét előtt, hogy azt tartsák tiszteletben, hogy nektek ez az életeteknek az egyik legfontosabb ünnepe. És kért meg, hogy ezt ne tegyék tönkre ezt az ünnepet, avval, hogy mondjuk hétköznapi dolgokról csevegnek, fecsegnek a műtét alatt. És hát ehhez mondjuk mondhatod azt, hogy hogy ugye számíthatunk arra, hogy támogatnak minket abban, hogy ezt az ünnepet, ezt ilyen szépen megélhessük, vagy mondhatod azt, hogy hát nekünk nagyon fontos lenne. Tehát próbálj ilyen asszertív mondatokkal utalni arra, hogy azt szeretnéd, hogyha, hogyha, hogyha tényleg segítenének abban, hogy ez egy ünnepi pillanat legyen, és ne egy ilyen banális pillanat, amikor mondjuk arról beszélnek, hogy mit főznek majd vacsorára. Na még egy fontos dolog, hogy javaslom, hogy még a műtét előtt kérd meg az orvosodat, kérd meg a szülésznőt, vagy valaki, aki ott van, hogy tájékoztassanak arról, hogy mi történik, és mondják el, hogy mikor mit csinálnak. Ugyanis te ezt nem fogod látni, mert, mert egy ilyen drapériával, tulajdonképpen el van kerítve a műtéti terület. Illetve hát Nyugat-Európában már sokszor van olyan, hogy hogy ezen a drapérián van egy ilyen, egy ilyen plexi ablak, hogy, hogy kvázi látja valamennyire az édesanyja is, hogy mi történik, vagy hogy van mondjuk egy tükör a műtőasztal fölött, és azon keresztül láthatja az édesanyja. De azért nem ez a jellemző. Tehát azt javaslom, hogy kér meg valakit, hogy szépen tájékoztassanak folyamatosan, hogy mikor mit csinálnak. És hogyha tudod, hogy mikor Mit csinálnak, akkor neked is az egy sokkal megnyugtatóbb érzés, hogy amit érzel, azt tudod kötni azzal, ami történik a testeddel. Na most, amikor átvágják a hasfalat, ez valóban nem fog fájni. Tehát ne arra készül, hogy fájdalmat érzel, de bizony egy ilyen furcsa, húzódó érzést, azt valószínűleg fogsz érezni, és hát ez megint csak egy olyan érzés, ami nem túl kellemes. És hát ebben is megint csak a relaxáció segíthet, hogy megnyugtatod magad, hogy elengeded magad, próbáld a gondolataidat a kisbabádra összpontosítani, és próbálj arra gondolni, hát, hogy most születik meg a kisbabád. Na most még így a műtéttel kapcsolatban még egy fontos tudnivaló, amikor a kisbabád megszületik, akkor az a cél, hogy ez a műtéti vágás, ez a műtéti seb, ez minél kisebb legyen a hasadon is, és a méheden is. És hát emiatt bizony készülj fel arra, hogy a kisbabát azt nem úgy simán kiemelik majd szépen, hanem bizony úgy erőlködni kell, hogy, hogy kiszedjék. Néha előfordulhat az is, hogy még egy műtéti szülésnél is vákummal segítik világra a kisbabát, azért, hogy minél kisebb legyen ez a műtétisebb. Vagy, hogyha nem is vákummal, nagyon gyakran ketten kellenek ahhoz, hogy kiszedjék a kisbabát, tehát valaki nyomja a pocakodat, és így felülről nyomja ki a kisbabát, az orvos vagy valaki pedig így emeli ki a fejecskéjénél fogva. Tehát ez alatt is érezhetsz ilyen erős nyomást, húzódást, én kellemetlen érzést, de ez is sokkal kevésbé kellemetlen akkor, hogyha közben mondják, hogy mit csinálnak, vagy hogyha esetleg látod, hogy mit csinálnak. Na, megszületett a kisbaba. Hát neked még itt nincs vége a dolognak, tehát neked még most jön a, a, a hosszabb része a műtétnek, viszont a kisbabád megszületett, és a kisbabádat most el fogják látni. Na most ideális esetben a férjed ott van, és, és a férjednek, akkor azt javaslom, hogy beszéljetek meg, hogy a férjed onnantól kezdve, hogy megszületik a kisbaba, ő maradjon a baba mellett, és, és figyeljen a kisbabára, fotózza, mondja neked, hogy mi történik, mondja neked, hogy mit csinál a csecsemős nővére a kisbabáddal. Illetve, hogyha nincs ott a férjed, akkor pedig kérj meg valakit, hogy mondják el közben, végig mondják, hogy most megmérik, most letakarítják, most leszívják az órát, és a többi, és a többi, mert ezt nem fogod látni. Na még egy dolog, hogyha a kisbabáddal minden rendben van, és hát reméljük, hogy ez a helyzet, és hát ez a leggyakoribb helyzet, akkor kérd meg azt, hogy legalább. Mielőtt, mielőtt, tényleg letakarítják, meg ellátják, hogy egy pillanatra kérd meg, hogy, hogy érintsék az arcodhoz, érintsék a karodhoz, hogy, abban, hogy azzal a karoddal, amelyikben nincsen az infúzió, hogy átölelhest, hogy megsimogast, hogy megpuszilhast, és hát készítsd fel a férjedet arra, hogy bizony, amíg téged még a műtétet befejezik, addig, ha a kisbabáttal minden rendben van, addig lehetőleg vele legyen ilyen bőrkontaktusban, vagy hát ezt egy szőrkontaktusnak is szoktuk hívni. És hát édesapáknak ez egy egészen fantasztikus érzés, és úgy gondolom, hogy neked is egy, egy megnyugtatóbb tudat lesz később, hogyha tudod, hogy a férjednek az ölébe van, a férjednek a, a, a karjába van a kisbabád, és nem pedig egy vadidegen látja el, nem pedig egy ilyen melegítő asztalon van. Na most a varrás, hát készülj fel arra, hogy az sem egy túl kellemes érzés. Tehát ott megint csak nem fájdalmat érzel, de azt érzed, hogy úgy húzódik, érzed, amikor, amikor, amikor varják, tehát ez egy ilyen furcsa, kellemetlen, feszítő érzés. És a hát ráadásul előfordulat az is, hogy a méh összevarrásához kiemelik a méhet a hasüregből. Na most, ha ezt teszik, akkor készülj fel arra, hogy valószínűleg erős hány lesz. Lehet, hogy még hányni is fogsz. Lehet, hogy remegni fogsz. Illetve hát remegni, az, ez, ez nagyon gyakori... A baba születése után is, illetve amikor kiemelték a, a méklepényt is, tehát ez a hormonális hatások miatt is van, erre is készülj fel. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, ami nem fáj, de nagyon kellemetlen tud lenni. És hogyha tudsz relaxálni, hogyha előre begyakoroltad a relaxációt, akkor át tudod magad lendíteni ezen a nehézségen. És nem úgy érzed, éled meg, hogy na ez egy ilyen borzasztó kellemetlen traumatikus dolog. Na most a spinális érzéstelenítéssel történt a műtét, akkor is a műtét után lesz egy ilyen megfigyelési időszak. Viszont mivel spinális érzéstelenítés történt, tehát teljesen magadnál leszel. Na most ideális esetben ilyenkor a férjed is veled van, és a kisbaba is ott van melletted. És hát megint csak az a lényeg, hogy a férjed nagyon legyen tisztába a kívánságaiddal, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak neked, és képviseljen, és álljon ki, és bizony álljon a sarkára. Na most az egy ilyen szörnyű, kiszolgáltatott érzés, hogy nem tudsz felkelni, hogy nem tudod, hogy hol a kisbabád, hogy még nem is láttad a kisbabát, hogy nincs semmi információt. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy a férjed legyen képben, hogy a férjed képviseljen, álljon a sarkára, és kérje, hogy a kisbabát mi hamarabb hozzák, és ezt nagyon határozottan kérje. Na most nem feltétlenül lesz könnyű dolga, illetve könnyű dolgotok, ugyanis hát egy kórházban általában nagyon elfoglaltak, és hát sajnos nem is mindig olyan túl empatikusak. De hát egy picit gondolj arra, gondoljatok arra, hogy bizony itt is áll nagyon gyakran, hogy amilyen az isten olyan lesz a fogadjisten. Tehát kedvesen, okosan, de nagyon határozottan, nagyon sok mindent el lehet érni, még egy ilyen ride kórházi környezetben is. De még egyszer mondom, ez nem lesz könnyű. Na hát egy császáros szülésnél általában nincs aranyóra vagy hogyha volt, hát inkább az is ilyen arany percek, egy ilyen rövid időszak, amíg a kisbaba valóban az édesanyával bőr kontaktusban van, de hogyha nem volt aranyórátok, hát azt mondom neked, hogy ne stresszelj ezen. Tehát az aranyóra tényleg valóban borzasztóan fontos, de ne stresszelj ezen, ugyanis nem fogjátok emiatt kevésbé szeretni egymást a kisbabáddal. És próbálj a kórházban tényleg annyit a babával lenni, amennyit csak tudsz, amennyit csak lehet, próbálj bőrkontaktusba lenni, de ne stresszelj azon, hogy nem volt aranyóra. Viszont amikor már otthon vagytok, amikor már nyugodt környezetben vagytok, akkor a férjed segítségével pótoljátok be így közösen ezt az aranyórát. Tehát például, amikor megfürtettétek a kisbabát, és, és még ugye egy kicsit olyan nedves, csak úgy enyhén letörölgettétek, hát akkor úgy anyaszült mesztelenül, vedd szépen magadra, te is vedd köz neki, bújjatok az ágyba, takarózzatok be, és így szépen hármasban élvezét ezt a mesztelen bőrkontaktust. Tehát ez, ez, fantasztikus élmény a szülőknek, még akkor is, hogyha ez nem rögtön a születés után történik, és, és ez a mesztelenség, ez tényleg felébreszti az ősi ösztönöket, és, és ilyenkor szinte újra lejátszódik érzelmileg a születés, és hát azt mondom, hogy ezt mindenképpen érdemes kipróbálnatok. És ráadásul otthon senki nem fogja nézni az órát, hogyha az nem két óra lesz, hanem három óra, vagy addig, ameddig jól esik, hát akkor bizony nyugodtan lehettek az ágyban néhány órát így közösen. Na most császáros szülésnél még egy nagyon fontos dolog. A gyermek ágya segítség. Tehát ez ne becsüld alá, ezt ne bagatelizáld el. Tehát ez egy komoly hasi műtét még akkor is, hogyha a kispapa hüvei úton születik, bizony az első hetek, az első időszak egy kispapával, az nem egy könnyű időszak. De hogyha még volt egy hasi műtét, akkor meg pláne nagyon nehéz. Főleg akkor, hogyha még van esetleg egy nagyobb testvér is, akit szintén el kell látni. Tehát ilyenkor vesd be a nagymamákat, vesd be a sógornőket, a testvéreket, a barátnőket, és szépen szervezd meg, hogy ki mikor és miben segítse majd a kisbaba születése után, amikor már otthon lesznek. Na hát remélem, hogy ezzel a néhány ötlettel segíteni tudtam egy picit, hogy szép, felemelő emlékét tud tenni a kisbabának a műtéti születését, ugyanis úgy gondolom, hogy minden születés egy ünnep, tényleg függetlenül a születés mikönykétől, és hogy minden születésnél nem csak egy kisbaba születik, de egy édesanya és egy édesapa is, és ennek a pillanatnak meg kell adni a tiszteletet, és meg kell adni az elismerést, mert tiéd a szülés. Szia!